jelöltársaim voltak annyira kegyesek, hogy egy csapot hagytak nekem, így S-betűsként is, ebből kifelé kis handicappel indulunk. Egy csapot tartok a kezemben. Egy erdész-vadász emberként a legszebb dolog, amikor a szarvasbika megszólal az erdőben, szeptemberben. Borászkodom, ez a hobbim. Ott pedig az a legszebb hang, amikor a csapra lehet verni a hordót, a csapot be lehet verni a hordóban. Hát ez a szerkezet erre szolgál, és ezen keresztül lehet hozzájutni a kedves kis borunkhoz. Köszönöm szépen! Válaszok egyszerű volt. Köszönöm szépen, és önök a válaszok, és javaslom Borlalagen taggalvatását. Köszönöm. Hát az urak nem nagyon kéne tették el jelölt asszony, mert hát tessék választani a maradékból. Segítünk. Hú, az nehéz. Az meg egy történészhez illő. Nagy múltú. Azt hiszem, hogy nagy uralgyatlanság volt a férfiaktól engem hagyni utoljára. Egy nehéz eszközzel. De elmondom, hogy én viszont szőlőbirtokos vagyok, zalai, a konkurens vidékből, és kerestem azt az eszközt, ami nekem, mint szőlős gazdának a legfontosabb, ez ugyanis a fényképezőgép. Mivel Budapestről nem tudunk Zalába rendszeresen utazni, ezért kérünk minden tavasszal, nyáron, a nyár különböző heteiben fényképet arról, hogy milyen is a mi szőlőnk. Ezért én aztán tudom, hogy ez egy úgynevezett töltőcsap, amit a gumislag végére kell tenni, hogy a hordóba könnyebben beleérjen a gumislag. Köszönöm szépen, válaszát elfogadjuk.